Ma nagyon pinkben toljuk a dolgokat. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó az augusztusi összegzésem lesz itt szeptembernek majdnem a legvégén, nem baj, kicsit megcsúsztam a dolgaimmal, előfordul ez. Szóval, nem lesz egy túl hosszú összegzés ez könyvszám tekintetben, mert ugye augusztus 1-ben én elkezdtem most már dolgozni, és ja, ennek van egy hatása az olvasás mennyiségemre is, meg jó, nem fogom egyébként teljesen a melóra a dolgot, igazság szerint csak egy csomószor így munka után még ugye így életben kell tartanod magad, és a nap végén nincs kedvem olvasni, illetve jó, lehet ebben az is benne van, hogy most például nagyon szenvedek az olvasással, így regény szinten. Képregény, hangos könyv, az ettől függetlenül azért tud csúszogatni, de valahogy nehezen veszem most megint rá magam, hogy fölvegyek egy regényt, főleg, hogyha mondjuk nincs bennem ilyen 100%-os ezt most nagyon olvasni akarom érzés. Úgyhogy az augusztusi összegzés az 3 könyv lesz, amiből egy volt rendes regény. De hát van ilyen is. Az elsőről már láthattatok videót, ugyanis ez a mi reggel átitatott varázslat, és próbáltam a könyvekhez öltözni, mert ilyen pink a mai tematikánk. Erről csináltam egy külön videót, ugyanis ez egy tajvani szerző kötete, ami miatt ugye kapott Barangolás Ázsiában részt, pont az előző videó az volt, bár attól függ, hogyha kimegy a Percy Jackson-os. Szóval, hogy nemrég volt róla a videó, hogy ez egy ilyen nagyon szép, elfestett kiadása a 21. század kiadónál. Ez egy ilyen ázsiai, keleti fantazi, nagyon érdekes volt, és ez egyébként ez egy duológia, a Tea könyve, azt hiszem az a duológia címe, a másik videóban nem tudtam megmondani, mi a címe a duológiának. Igazság szerint arról szól, hogy a mágia rendszer azon alapszik, hogy vannak ilyen Tea mesterek, akik a Tea főzéssel tudnak varázsolni, úgymond, és a főszereplőnk elmegy egy ilyen versenyre, az ilyen teamester tanoncok között lévő versenyre, mert próbálja megmenteni a haldokló húgát, és hogyha megnyeri a versenyt, bármit kívánhat, és a legjobb orvosokat szeretné neki kívánni. De hát ugye bekerül a királyi udvarba, ugyanis ott van ez a verseny, és hát nem egészen úgy alakulnak a dolgok, hogy ez csak egy sima verseny, hanem nyilván előkerülnek ilyen politikai intrikák, cselszövések, hatalomátvétel és egyéb kérdéskörök, úgyhogy ebbe folyik bele a főszereplőnk is, igazából akaratán kívül, mert nyilván nem azzal a célral ment oda, hogy ő majd úgy jól belefolyik a politikai vitákba, hanem csak meg akarta menteni a húgát, de ez az egész egy kicsit nagyobb dologgá növi ki magát a végére. Igazából nagyon-nagyon szerettem ezt a könyvet, nagyon érdekes volt, mindig örülök, ha kicsit másabb világépítésű, stílusú könyvet olvasok, és ez nyilván azért nekem nem egy szokásos alapokkal rendelkező olvasmányom, de ettől függetlenül ugye fantasy, ifjúsági, pici romantikus szál is volt benne, nagyon picike, és ide be fogom linkelni róla a barangolás részt. És köszönöm a 21. század kiadónak, ugyanis ez egy recenziós példány volt. A következő, ami hát sajnos ebből nem jutottam el a kibeszélőre, de ezt itt csatornáján van róla kibeszélő, szintén ide belinkelem, csak pont céges csapatépítőszerűség volt, és gondoltam, nem hagyom ki már az elsőt egyből. Ez nem más, mint a Herceg és a Varró lány, ez egy képregény ugyebár, Ciceronál jelent meg augusztusban, és ezt nagyon-nagyon vártam, hogy olvassam, mert nagyon régóta szemeztem én már ezzel a képregénnyel, viszont az a helyzet, hogy nekem fogalmam sem volt róla, hogy ez miről szól, tehát megláttam szép, el akarom olvasni, soha nem olvastam el a fülszövegét. És pont ezért, mikor miután megvettem, és úgy voltam vele, hogy lehet, hogy most már el kéne olvasnom, hogy amúgy miről szól ez a könyv, így elolvastam, és így, ha? Micsoda dolgok? Ugyanis ez egy kicsit ilyen alternatív történelem, ugyanis egy ilyen, picit modernizáltabb, de nem teljesen modern Párizsban játszódik, ilyen 19. század vége, 20. század elejére tenném. Egy varró lányt követünk benne. Próbáljam most meg felidézni a neveket? Frances-t követjük a varró lányt, illetve Sebastiant, a herceget. Az a helyzet benne, hogy ez olyan szempontból, az azt hiszem LMBTQ kötetnek mondható, ugyanis Sebastian, a herceg, azt szeret... nem tudom, mi a magyar megfelelője, ez a cross-dressing, hogy ő ugye
alapvetően férfiként identifikálja magát, de szeret nőként felöltözni? Ez, ennek lehet, hogy a terminológiája nem pontosan így van, de hogy ugye Frances egy varrónő, és akkor így összekeverednek, és végül is Frances elkezd Sebastiannak ruhákat készíteni, amikben aztán ő úgymond áruhában ugye kimegy, mert hogy nem ismerik így föl, mert hogy ő ugye egy herceg, szóval neki ilyet nem szabadna csinálnia, ugyebár Lady Cristalla, Cristalliaként ugye ismerik Sebastiant, és tudják, hogy a Frances a varrónője, de hogy ha mindig így igazából így rejtve marad, akkor sosem lesz belőle olyan nagy divattervező, mint amilyen szeretne lenni, és akkor igazából ez az egyik vonulata a könyvnek. Sokféle témát boncolgat a könyv, és nagyon tetszett az egész kis köntöse, és ugye alapvetően van benne egy romantikus szál is, ami tök aranyos. Illetve nagyon-nagyon-nagyon szerettem, nagyon szép, annyira szép ez a képregény, de tényleg, és én kifejezetten örülök, hogy nem ilyen ez a fényes fehér lapra lett nyomtatva, hanem ilyen matt, mert ettől sokkal kevésbé fénylik be. Nagyon szép ez a képregény, és nagyon tetszett, nagyon aranyos volt, meg szerintem egy csomó mindent lehet belőle tanulni is. Úgyhogy teljesen meglepett ilyen szempontból ez a könyv, mert tényleg nem tudtam, hogy erről fog szólni, de szerintem nagyon, nagyon szép és nagyon kedves történet volt, úgyhogy mindenkinek tudom ezt is ajánlani. Nagyon cuki volt, nagyon-nagyon szerettem. Nem tartott sokáig elolvasni ezt se azért, tehát szerintem ezen senki nem lepődik meg, hogy viszonylag gyorsan be lehetett fejezni. Bár maga az olvasás az alapból borítóvétel volt, de hogy abszolút valid borítóvétel volt és megérte. Nos hát, a harmadik könyv pedig, amit a hónapban elolvastam, az egy hangos könyv volt, és ez egy hangos könyv exkluzív kiadás, úgyhogy nem is nagyon van se e-könyv, se papírformátumban. Ez a Nem mézes heteknek egy ilyen másfeledik része, egy ilyen, hát mondjuk az, hogy folytatás, de hogy nem teljes értékű folytatás, nem egy külön regény, hanem egy ilyen, szerintem könyvben kb. 200 oldal lenne, mert egy 5 órás hangos könyvről beszélünk. És az a különlegessége, hogy ez egy teljes narrátor cast volt. Tehát minden szereplőnek más volt a narrátora, és alapvetően két ember narrálta, amiből az egyik az a Harry Shum Jr. volt. Igen, ez a Harry Shum Jr., aki én alapból a Glee-ből ismertem, de aztán a Shadowhuntersben is játszott, és gyerekek, a csávó hangja. Na de előre szaladtam. Szóval ez a Honeymoon Crashers című hangos könyv volt Christina Laurent-től, és tényleg nagyon sok narrátora volt a kötetnek, és alapvetően ez követi úgymond az eseményeit a Nem mézes heteknek, ugyanis itt már Olive és Ethan egy ideje együtt vannak, azt hiszem 3 éve, és most ők fognak házasodni, és onnan indulunk ki, hogy azt mondják, hogy ők ilyen elopement esküvőt szeretnének, hogy ne legyen ott a család, meg ne kelljen ezzel foglalkozni, mert ugye az volt az első részben is, hogy az ő családjuknak az esküvőin átok ült, tehát ott mindig valami katasztrófa történik. Úgyhogy elmennek Hawaii-ra ők ketten, de hát ugye mivel ilyen latin gyökereik vannak, ezért ott ugye nagy család az fontos, és végül is Olive húga nem hagyja, vagy nővére húga. Angolul nem mondták szerintem, szóval Amy, ugye a testvére, aki az előző részben házasodott, és aztán tudjuk, mi történt, ő nem hagyja ezt annyiban, és megszervezi oda egy ilyen meglepetésként az esküvőt, és ugye próbálja a tesójának a tökéletes esküvőt összehozni, ha már az övé úgy alakult, ahogy. És itt Ethannek az egyik ilyen régebbi ismerőse lesz az, aki besegít neki az esküvő szervezésben. Brody. Brody fog neki besegíteni a szervezésben, és Brodyt narrálja Harry Shum Jr. Gyerekek, a hangja annak a csávónak. Ja, hát és romantikus könyvről beszélünk, gondolhatjátok, hogy mifelé ment a dolog. Szóval nagyon jó volt maga a hangos könyv megcsinálva, tényleg mindig tudtad hallani, hogy más ember beszél, ami kicsit nehezítette, hogy mondjuk amikor ilyen tömegjelenet volt, akkor azt úgy csinálták meg, mint egy filmet, tehát hogy nem volt külön leírás. Voltak azok a részek, ahol voltak leírás, és hogyha mondjuk Amy fejezete volt, akkor az Amy-t narráló ember mondta, ha meg
Brody, akkor a Brody. De voltak néha ilyen tömegjelenetek beiktatva, amikor több ember beszélt, vagy voltak olyan, jó, mondjuk ott könnyű volt megállapítani, ki beszél, amikor mondjuk Amy meg Brody között ment csak párbeszéd szinten a dolog, tehát amikor nem volt köré leírás építve, csak a párbeszéd, akkor mindig váltogatták egymást a narrátorok. És ilyen tömegjeleneteknél, amikor mindenkinek ugye megvolt más hangja, tehát azért meg tudtad állapítani, hogy más beszél, de nem volt feltétlen külön leírva, hogy éppen ki beszél. És amikor legelőször ment az első ilyen nagy családi vitatkozás, akkor így ültem, hogy húha! Fogalmam sincs, ki beszél, de amúgy nem volt zavaró, meg nem volt annyira lényeg, meg tudod állapítani egyébként, hogy kik beszéltek, csak így hirtelen nagyon sok volt a hang. Egyetlen, ami nekem kicsit fájt ebben a könyvben, hogy nekem kifejezetten tetszett a Nem mézes hetekben, hogy az erotikus része, amikor az aktus megtörtént, az föl volt vezetve így az előjáték szintjén, és utána nem volt kifejtve. Na, ebben a hangos könyvben ki volt, és tudjátok, hogy én ezzel hogy vagyok, hogy én ezt annyira nem szoktam szeretni, és így se szerettem. Mármint, oké, szexi a csávónak a hangja, erre nem tudok más mondani, de hogy ez nem mentette meg azt a jelenetet, mert nekem borsodzik a hátam, amikor így menne ez a éppen nagyon egymásra találnak az ágyban jelenet, és így arról beszélnek, hogy a fuck szót én egyszerűen nem bírom ilyen jelenetekben elviselni, tehát fuck me hard, tehát hogy ez nem, ez nekem nem működik, és amint ez a szó elhangzik egy ilyen jelenet közben, engem teljesen elveszít az a rész, hogy miért ezt a szót használjuk. Értem én, hogy nem feltétlen vannak sokkal jobb szavak rá, de hogy miért kell ezt a szót használni? Én nem szeretem, tehát hogy engem ez kidob, de nyilván ez egy ilyen személyes vélemény per preferencia, alapból ugye nem szeretem a leírt erotikus jeleneteket, nem mondom, hogy ez annyira grafikusan le lett volna írva, de hogy így nekem sok volt ez is már. Tehát ha csak így elhintik megint az, hogy ők nagyon-nagyon jól érezték magukat egymás között, akkor én így örülök, hogy tök jó. De igen, ez a sok fakkozás, ez nekem az egyetlen egy dolog, ami nem tetszett ebben az egész könyvben. De egyébként szerintem ilyen tök jó kis ráadás volt a Nem mézes hetekre, amit ugye nagyon szerettem. Voltak benne poén részek is, ugye. A titok per dráma faktor az szerencsére itt se volt túltolva, mint a Nem mézes hetekben, sőt itt kifejezetten ilyen, szerintem tök jó volt egyébként ez a része is megcsinálva. Úgyhogy azokkal, minden mással teljesen elégedett voltam, mondom, ez az egy erotikusabb jelenet, ez volt olyan, hogy miért így kellett? Olyan jól megcsináltátok az előző könyvben, itt miért így kellett? Na mindegy, de túltettem ezen is magamat. Úgyhogy ez a három könyv volt igazából, amit befejeztem, és ami most így a folyamatban van, az Archibald Locks, az Elveszett hercegnő. Viszont ez egy brutál vastag könyv, és őszintén szóval annyira nem érzem, hogy bevonzott volna, úgyhogy ezt már lassan egy hónapja olvasom, de szép lassan be fogom fejezni. Ezen kívül pedig még képregényt olvastam, meg 20%-on állok egy pénzügyi e-könyvben, ami szerintem érthető okokból nem haladok vele. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire fog sok könyv benne lenni ezen túl a havi összegzéseimben. Decemberben lehet több lesz, de hogy addig így, nem tudom, attól függ. Ha olyan könyv jut a kezembe, amit tényleg így nagyon érzek, akkor szerintem azt gyorsan fogom olvasni, de hát más nem ilyen képregényeket, hangos könyveket, azokkal jobban tudok haladni. Most ez egy ilyen időszak megint így nálam. Van ilyen. Ettől függetlenül tartalmat azért még tudok gyártani, úgyhogy ilyen szempontból nem kell aggódni, csak nyilván ez a heti egy videó rendszer, per amikor éppen nem sikerül felvennem videót, akkor kicsit csúszunk, de hát csak 24 órával áll egy nap még mindig, úgyhogy és abból most már 8-al kevesebben van nekem is. Úgyhogy ezeket a könyveket olvastam augusztusban. Kommentben írjátok meg, hogy ti milyen könyveket fejeztetek be augusztusban, mert ez kb. A hónap végén fog kimenni, úgyhogy ne legyen kavarodás. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!